Faültetéssel emlékeztek Nyíregyházán Izrael állam újjászületésének 70 éves jubileuma alkalmából. A zsidók ősének megjelenése Izrael területén a Biblia elbeszélése alapján az időszámításunk előtt második évezred első felére tehető, majd a 12 törzs összevonásával az időszámításunk előtt 11. században alakult ki az egységes zsidó állam. Az ókori zsidó állam a rómaiak elleni felkeléssel bukott el végképp a második században, a zsidóság pedig szétszóródott a világban. A 19. században az egyre erősödő antiszemitizmus, a zsidókat ért támadások és az orosz birodalomban sorozatossá vált erőszakos cselekmények hatására alakult ki a cionista mozgalom, amelynek célja Izrael önálló államiságának kivívása lett. Végül 1948. május 14-én kikiáltották a független Izraelt. Az új állam létrejöttében nagy szerepet játszott a magyar zsidóság is. Magyarországról több százezer magyar származású lakos telepedett le Izraelben, és járult hozzá Izrael első éveinek és az első évtizedeinek a fejlődéséhez. Így az egyik fontos várost úgy hívják, hogy Rishon LeZion, ami azt jelenti, hogy Zion számára az első város, amit magyarok alapítottak. Hunyadi László azt is elmondta, Magyarország és Izrael között a hosszú ideig fennálló semleges kapcsolat után napjainkban egy aktív és előremutató együttműködés tapasztalható. Közös érdekeink vannak, és ezek az érdekek nem csak politikailag, hanem gazdasági és tudományos területen is megnyilvánul ez az érdeklődés mind a két irányból. Tehát nagyon sokat tudunk tanulni az utóbbi néhány évtizedben a világ élvonalába került Izraeltől, a tudomány területén, a technika, technológia területén, és ne feledjük el, a biztonság technika az a terület, amelyikben Izrael abszolút a világ élén jár. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében közel 150 zsidó vallású, illetve zsidó származású személy él. A nyíregyházi zsidó hitközséggel mintegy 60-70 fő tart szorosabb, lazább kapcsolatot. A zsidó közösségekkel az önkormányzatok a többi egyházi felekezethez hasonlóan jó viszonyt ápolnak. Ma már az egyházi többi egyházi felekezeti szervezethez hasonlóan egyfajta partnerként működünk együtt a megye közéletében. Az egyházi hitéleti tevékenységet az egyházak végzik, az önkormányzatok, így a megyei önkormányzat és a megyei jogú város önkormányzata pedig a maga sajátos feladatait végzi, de alapvetően a kapcsolatokra az a jellemző, hogy erős és bizalmi alapon nyugvó partneri kapcsolat áll fönn az önkormányzatok és az egyházi szervezetek között, így a Mazsihisz nyíregyházi szervezete és az önkormányzat között is. Magyarország keleti régiójával is szeretne szorosabb együttműködést kialakítani Izrael, ezt mutatja az is, hogy többek között Debrecenből közvetlen légijárattal lehet már Tel Avivba repülni, és több mint 300 izraeli diák tanul a Civis városban, ahol a héten nyílt konzulátusa is a zsidó államnak.